Izgalmas premierre kerül sor a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban. A társulat március 7-én mutatta be ugyanis Székely Csaba 10 című drámáját. Az esemény annál is érdekesebb, hogy több magyarországi társulat előadása után ez volt az első alkalom, hogy az erdélyi közönség találkozhatott a művel. Mutatunk egy kis ízelítőt, majd Székely Csaba drámaíróval és Rusznyák Gábor rendezővel beszélgetek. Székely Csaba 10 című drámájában 10 sorsot látunk, 10 morális dilemmát, 10 nyilvános gyónást. 10 élettörténet, 10 szenvedéstörténet tárul elénk. Íme az önmagát megkoronázó, önbecsapó ember. Íme a bűnös, ám de naponta az élettől, saját magától és embertársaitól megkorbácsolt, szenvedő, együttérzése méltó lény. És íme a mások tettei, szavai felett ítélkezni bármikor kész ember. Íme ezek vagytok ti, mindahányan. De vajon mindenki bűnös, aki bűnt követel? Székely Csaba ebben a művében sem hazudtolja meg önmagát. A súlyos kérdéseket a rájellemző fekete humorral ragadja meg, tragikus és groteszk helyzeteket vonultatva fel. A brilliánsan felépített darabban minden Közép-Európában élő számára ismerős helyszíneken és helyzetekben vizsgálja meg azt a kérdést, hogy vajon meg tudunk-e felelni a 10 parancsolatnak. A dráma Magyarországon nagy sikernek örvendett. Több színházban is bemutatták. A tatabányai Jászai Mari Színházban, vagy a budapesti Radnóti Színházban, Sebestyén Aba rendezésében. A darabot idén mutatták be először Erdélyben. A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban Rusznyák Gábor vitte színre. A darab eredetileg román nyelven íródott, most azonban átfordítva és átírva a magyar ajkú közönség számára ismerős bibliai és egyházi kontextusban elevenedik meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színpadán. Az előadás rendezője Rusznyák Gábor, aki több szerepet is betöltött a színrevitel folyamatában, de mindenről beszéljenek az alkotók, Székely Csaba drámaíró a vendégem a stúdióban, és Rusznyák Gábor színházrendező online csatlakozott hozzánk. Szeretettel köszöntelek mindkettőtöket. Szia Laura, köszöntöm a nézőket. Gábor, téged is szeretettel köszöntelek. Szia Gábor. Köszi, hogy velünk vagy. Benne. Csabához intézem az első kérdésemet, hogyha jól tudom, ugye, amit említettem is, a nagyszebeni Rádu Sztánka Színház felkérésére írtad meg a 10 című drámát. Mi volt ennek a kiinduló pontja, és hogyan fogadtad a felkérést? Pontosítanék ahhoz képest, ami elhangzott, nem románul íródott a darab, magyarul íródott, csak lefordították románra, hiszen a Rádu Sztánka Színház egy román színház. Na, ez egy fontos, jó. És aztán ezt a szöveget később picit átírtam, bővítettem, készítettem belőle egy testesebb magyar verziót, és ezt a verziót játsszák magyar nyelven a különböző színházak. Az eredeti felkérés arról szólt, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan állunk ma a társadalomban a vallás kérdésével. És ez egy ilyen úgynevezett devised módszerrel készülő előadás lett volna eredetileg. Uh-huh. Interjút kellett volna készítenünk papokkal, iskolásokkal, tanítókkal, hétköznapi emberekkel, hogy az ő életükben mennyire és hogyan van jelen a vallás. Aztán, amikor rájöttünk, hogy erre egyáltalán nem lesz időnk, akkor ezt az egészet így félretettük, uh-huh. és gondolkodtunk, hogy valamilyen más módon, de mégiscsak a valláshoz és Istenhez kötődően hogyan lehet megragadni ezt mégis, hogy társadalom, vallás, vallásosság, Isten kérdése. És sokat gondolkodtunk a rendezővel, Radu Nikával, míg megkérdeztem, hogy hány színészünk is van erre, és mondta, hogy 10. Hát akkor megvan, akkor legyen a 10 parancsolat, és 10 parancsolat, és társadalom. Elnézést, néha lehet köhögni fogok. Van-e különbség a román és a magyar verzió között, mármint a maga a dráma, hogyan megíródott és ahogy lefordítódott, mert akkor felvetődik ugye ez a kérdés? Hát olyan nagy különbség nincs, a román verzió az picit vékonyabb, tehát kevesebbet beszélnek benne, de nem tudom, olyan nagy különbség nincs. Gábor, akkor most téged kérdeznélek, hogy te hogyan találkoztál a művel, illetve hogyan fogadtad a Székelyudvarhelyi Színház felkérését, megkeresését, vagy hogyan történt ez az alkotási folyamat itt a kezdési fázisban? Hát ez egy olyan darab, ami szerintem Magyarországon minden színházrendező számára ismert, hiszen tényleg egy
Megint köhögtél. Egy igen különlegesen nagy sikerszériát fut a Radnóti Színházban, tehát ezt szerintem mindjárt ismerjük, mint művet, és aztán ugye Tatabányán is bemutatták. Tehát a darabot ismertem, a felkérést azt Csabának köszönhetem, ezt el is mondtam az olvasó próbán, hogy én jutottam eszébe, amikor a színházba szóba került ez a darab, aminek én nagyon megörültem, hiszen még sosem rendeztem igazából Csabától darabot, fordítását csináltam már, és mindig nagyon érdekelt, hogy belülről majd hogyan fog működni az ő világa. Tehát akkor nem dolgoztatok együtt ez idáig, ha jól értem. Nem, nem. De nem dolgoztunk, de szerintem fogunk. És milyen volt ez a munkafolyamat akkor most, hogyha már együtt dolgoztatok? Milyennek gondolod, Csaba? Hát ez úgy történt, igen? hogy amikor a Székely Udvarhelyi Színház eldöntötte, hogy ezt a darabot műsorra tűzi, akkor megkérdezte tőlem az igazgató, Nagy Pál, hogy van-e olyan rendező, akivel szeretnék együtt dolgozni, és mivel én Rusznya Gábort nagyon nagyra tartom rendezőileg, és a stílusa is, van egy fura stílusa, ami számomra nagyon szimpatikus, azonnal őt javasoltam, és nagy örömömre fel is kérte a színház, hogy ő rendezze meg. És hát a munkafolyamat, az igazából Gábor tudna róla beszélni, mert én ebben nem vettem úgy részt, ahogy egy ősbemutató során részt szoktam venni az előadás értem keletkezésében, tehát én távolról figyeltem csak. Gábor, korábban ugye Magyarországon már több helyen bemutatták ezt a darabot, és több díjban is részesült. Vajon mi lehet annak az oka, hogy erre csak most került itt sor szerinted az erdélyi közönség számára? Hogy miért most, csak most láthatta ezt a darabot? Na ez megint egy olyan kérdés, amire Csaba tud exakt választ adni. Úgy tudom, hogy a jogok még ott voltak annál a színháznál, ahol ennek megvolt a bemutató, és tulajdonképpen most volt a lehetséges így jogilag, hogy Erdélyben is tudják játszani. Ugye így van? Jól Csaba? Tudom, vagy teljes hülyeség mondom. Hát igen, a bemutató után még néhány évig nem lehetett játszani Romániában, mert a színházzal, Szebeni Színházzal figyelmetlenségi okokból olyan szerződést kötöttem. Nem olvastad végig a pontot. Igen, igen, csak az összegre figyeltem, és aztán az aláírás rubrikára. És aztán ugye felszabadultak a jogok, úgy szólt, hogy ha ők már nem játszák, akkor utána játszható. És néhány éve már nem játszák az előadást, nem tudom, talán 4 éve, és akkor körülbelül akkor fogalmazódott meg a Székely Udvarhelyi Színháznál ez a gondolat, hogy akkor legyen náluk is, és most valósult meg. És milyen volt a fogadtatása a darabnak így a Székely Udvarhelyi közönség részéről? Gábor, akkor most erről téged kérdeznélek. Hál' Istennek csak azok keresik meg egy bemutató után az embert, akiknek tetszett. Tehát nagyon ritkán van, hogy az embernek nekiállnak, hogy na ezt én még egyszer nem, de akikkel én beszéltem, vagy akik velem beszéltek, azoknak nagyon-nagyon tetszett. És épp tegnap kaptam az egyik színésztől egy rajzot, aki megnézte az előadást, és hazament, és csinált egy hihetetlen ábrát, hogy ki, kivel, mit, mikor, hogyan csinál. Tehát ez egy nagyon sokféleképpen megmozgató, tehát a nézőt nagyon sokféleképpen mozgatja meg ez az előadás. Nyilván a témája is, ez 10 történet, kicsit olyan, mintha az ember belekezd egy sorozatba, és akkor nem bírja abba hagyni, és akkor hajnal 3-kor rájön, hogy végignézett egy évadot, tehát kicsit ez az élménye is megvan az embernek. Megvan benne ez, amit a Csaba nagyon, nagyon gazdagon tud, ez a szent és profán egymás mellett és egymásra ütköztetve. Szóval nagyon gazdag történet, és akik azt mondták, volt, a legjobb mondat az volt, hogy hát nagyon kellett már ide egy ilyen előadás. Ezt mondták. Csaba, te érzékelted így a visszajelzésben valami különbséget esetleg a közönség részéről, vagy érkeztek innen már Erdélyből feléd is visszajelzések, és mondjuk összevetve akár a Rádusztánka Színház közönségével, vagy a magyarországi közönséggel, hogy érzed, hogyan hat az előadás? Általában felém nem nagyon szoktak, tehát nagyon ritkán, olyan ismerősök esetleg, akik megnézik, de leginkább a színészek felé szokott érkezni ilyen reakció, vagy a rendező, vagy az igazgató felé, úgyhogy felém nem, de azt, ugye én ott voltam a bemutatón, és azért azt érzékeltem, hogy hatalmas taps van utána, ilyen nagyon erős. Tehát van különbség a lagymatag taps és a nagyon erős taps között, és ez azért elég erős volt, igen.
Gábor, téged mi ragadott meg a történetben? Ugye itt a felvezetőben azért nagyjából ugye elmondtuk, hogy miről is lehet szó az előadásban. Te mit szerettél volna kihangsúlyozni a történetből? Ennek két oldala van ennek a válasznak, amit adni fogok. Az egyik, az egy szakmai kihívás. Tehát ezt nagyon nehéz úgy elmesélni ezt a történetet, hogy minden ízében az élni tudjon, mert tényleg egy nagyon bonyolult történet bizonyos szempontból, hiszen össze-vissza fonódnak össze a szálak, a történetek, még akkor is, ha egyik adja át magát a másik történetnek. Tehát, hogy azon, hogy ezt hogy fogom formailag megoldani, ez volt az egyik kihívás. A másik, az nekem is van egy ilyen ősélményem, ez a Kieslowski filmje, a Dekaló, tehát magával a 10 parancsolattal való foglalkozás és a vallásossággal és a hittel, az nagyon megérintett, illetve megérintett nagyon, hogy egyre inkább úgy láttam, hogy ez a 10 ember hordozza kötelező jelleggel ezt a történetet, és ezt napról napra ők elő kell adják, valahogy úgy, mint ahogy az életünket hordozzuk, és azt elő kell adjuk nap, mint nap. Említettem egyébként, hogy a színrevitel folyamatában több szerepet is betöltöttél, tehát itt a díszletnél is komolyan beavatkoztál, hogy hogyan is nézzen ki, illetve hát hagyom, hogy te mondd el, hogy még milyen szerepeket töltöttél be itt, tehát nem csak rendezőként, úgymond, hanem picit mérehatóbban. Vannak ilyen munkák, amikor az ember nagyon látja azt, amiben láthatni akarja ezt a dolgot, és mivel mondom ezt, hogy ebben nagyon fontos volt nekem a forma, egyszer csak jött ez a vízióm erről a 10 tömbházról, amit ezek a szereplők cipelnek jelenetről jelenetre, ezek a kövek, az a 10 kő, vagy tetesztezt, vagy cipelik magukat, tehát olyan erős volt a vízió, hogy most nem fárasztottam volna ezzel egy tervezőt, hogy találd már ki ezt a 10 tömbházat, ami így néz ki, hogy tömbház. Tehát ilyenkor szoktam, hogy díszletet is tervezek. Ennyi. Hát ezt érdemes megnézni, akkor most már ugye 7-én megvolt a bemutató, és a továbbiakban a Tomcsa Sándor színház színpadán láthatja a közönség, hogyha megnézi a programot. Én még egy záró kérdés, Csaba, tőled, igazából ez akár indító kérdés is lehetett volna. Ugye jött a színház részéről a felkérés, akár a témájában is ugye felvázolták, hogy mit szeretnének látni. Te mit szerettél volna kihangsúlyozni valójában, mert elmondtuk, hogy miről szól, de milyen jó, hogy megkérdezhetjük az írót, hogy tulajdonképpen szerinted, vagy te mit szerettél volna ebben történetben? Lényegében ezek pusztán emberi sorsok, olyan emberi sorsok, amelyek nem bírnak kitörni abból az ördögi körből, amibe belekerültek. És tulajdonképpen arról szól, hogy egymás életére akaratlanul is hatással vagyunk. És van 10 ember, akik egymás életét úgy befolyásolja, hogy tulajdonképpen örökre megváltoztatja a másik ember életét, és valószínűleg így élünk mi is a hétköznapokban, csak nem vesszük észre, hogy milyen hatással bírunk lenni a mellettünk levő ember életére. És néha rosszat követünk el, akaratlanul is. És tulajdonképpen ezekről a kérdésekről szól, hogy... Igen, már 10 ember elég egy olyan csoportot tud alkotni, egy csomóféle tulajdonság megjelenhet, meg személyiségjegy. Igen, és nekem nem volt külön vágyam, hogy ez hogyan jelenjen meg, én bíztam Gáborban és a színházban, az a színészekben. Na hát volt 10 plusz 1 percünk erre a beszélgetésre, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és tényleg bátorítom a nézőközönséget, hogy keresse fel a Tomcsa Sándor Színház műsorrendjét, és nézzék meg az előadást. Még egyszer köszönöm, Gábor, neked is, hogy bekapcsolódtál, köszönöm. Csaba, neked is, hogy itt voltál. Köszönöm.